Elkerülhetetlen, hogy húsvétkor ne együk magunkat degeszre, de egy kis odafigyeléssel még jól is végződhet. De mivel már a húsvét elmúlt, azért érdemes odafigyelni a táplálkozásra. A gyógyszerész mutatja azokat a készítményeket, amelyek a savlekötésre vagy puffadásra vesznek karcagon. Mennyien voltak többen a gyógyszertárban, mint egy átlagos húsvétkor, ezt kérdeztük Szalai Lászlóné gyógyszerésztől. Mindenképpen többen vannak, mint egy ügyeleti napon. Valószínűleg gyomorrontás is belejátszhat ebbe a fokozott igénybevételbe. Sajnos ilyenkor az ünnepkor egy kicsit túlterhelik a gyomrukat, nem a mindennapos, szolidabb étkezést folytatják az emberek. Nagyon kell vigyázni, mert heveny gyomorrontás elég súlyos tüneteket okozhat, hányás, hasmenés, fájdalom, gyengeség. Ilyenkor pótolni kell az elvesztett folyadékot és a ionokat is. A megszokott gyógyszereik mellett ilyenkor szoktak vinni emésztőenzimeket tartalmazó gyógyszert, vagy savlekötőt is. Hát megbeszéljük mindig az adott problémát. Ha valaki ilyen tüneteket észlel, amit a gyógyszerész mond, nem elsősorban a gyomorrontás jele, érdemes másra is gondolni. Gondolni kell, amennyiben nem fogyasztott, túlzott, zsíros vagy nagyobb mennyiségű ételt, gondolni kell a COVID fertőzésre is, hiszen a fertőzés tüneteinek egyike lehet a fájdalom, hányinger és a gyengeség is. Mindenképpen egy citromos limonádé nagyon jót tehet, vagy egy nagyon szolíd szódabikarbónás vizet is sokan arra esküsznek. De a házi patikájukban van olyan gyógyszer, hiszen az ember életében nem csak egyszer fordul elő ilyen túlzott étkezés. Lehetőleg lefekvés előtt ne együnk sokat. Azt ajánlom, hogy ne nagyon térjünk el a megszokott ételtől. Sovány sonka, tojás, és mindenképpen frissen főzött ételt fogyasszunk. Hát egy 4 napos hétvégén nem szabad 4 napos ételt fogyasztani.